elindulni jön. Azután egy életre szóló, tehát felvonhatatlan házasságot kell akarni őt. Mert a katolikus jegyesek házasság kötése csak itt lehet szentség, ami kegyelmi, ami szentségi kegyelmet közvetíti a házastársaknak, hogy állapotbeli kötelességeiket és hűség esküjöket maradéktalanul akarják teljesíteni. Hogy ez a kegyelem tevékenyen működhessen a házas életük folyamán, elengedhetetlen, hogy a házastársak naponta közös imában forduljanak Istenhez. Hetente együtt jöjjenek a vasárnapi szentmisére, havonta közösen jöjjenek, és gyakran áldozzanak. És a szent áldozást előszeretettel nevezzük a szeretet és az egység kötelékének. Következőképpen a leghatásosabb védelem a házastársi szeretet kiűzése és főleg válás elve. És mivel az együttélés elkerülhetetlen belejárója a házastársak közti súrlódás, nagyon lényeges, hogy házastársak között ilyenkor sem szakadjon meg a beszéd fadala. Vagy ha időnként mégis megtörténnék, mert mindig történnek a csendes napok, akkor mielőbb kezdik el újra a párbeszédet. Szent Pál apostol jelmeztet az efezusi levélben, 4. fejezet 26. versében, a nap ne nyugodjék le haragatok előtt, haragatok fölött. Csak így lehet megoldani a közös és a házas élet nehézségeit. És Isten óvja azokat a házastársakat, akik nem tudnak őszinte és nyílt párbeszédet.